Egy általános tudásra kell szertennünk. Értenünk kell azt, hogy milyen összefüggések vannak a rendszerben, az, hogy egy helységben, mit érdemes, mire érdemes figyelni, azt, hogy mondjuk egy helységet nem ugyanúgy világítunk meg, ha az mondjuk egy hálószoba, mint hogyha az egy nappali. És ami még fontos, hogy nem csak a rendszereket érdemes megismerni, hanem egy kicsit magunkat is. Ha valaki egyébként szeret kifejezetten emberekkel beszélgetni, és tényleg a családi házas telepítésekre megy, akkor neki ezt figyelembe kell venni, amikor a rendszert kiválasztja, mint mondjuk, ha valaki ipari környezetbe szeretne okosításokat csinálni, neki megint teljesen más szempontokat kell majd figyelembe venni. Okos otthonnal kapcsolatban lenne kérdésünk. Mm, gondolkodnom kell rajta. Jöjjetek vissza ide pontosan 7,5 és fél millió év múlva. Ennyi időnk? Azért nincs. Okos otthon telepítéssel kapcsolatos kihívások és azok megoldásai Zsák Péterrel és beszélgető társaival. Okos otthon guru műhelye. A válasz ezúttal nem a 42. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Okos Guru műhelye első élő adásában. Már úgy mondván élő, hogy ez az első olyan, amikben nem csak a felvezetést mondjuk el, és hogy mit szeretnénk csinálni, hanem egy témával konkrétan foglalkozunk. Zsák Péter vagyok, és itt van velem Szabó Kitti, aki majd segít nekem itt végigmenni, és kontrollál, hogy ne kalandozzak el túlságosan, hogyha valamit el szeretnék mondani. Sziasztok! Át is adom neked a szót, jó? Jó, ugye a mai első téma, amit már ugye a bevezetőben említettünk, az az, hogy mi az a három legnagyobb probléma tévhit, ami miatt gyakorlatilag, ha valaki először ki is gondolja, hogy jókos otthon telepítő szeretne lenni, mégiscsak meggondolja magát, és, és visszalép egyel, hogy inkább ez vagy nem neki való, vagy túl vagy egyáltalán más irányba kezd el gondolkodni. Úgyhogy ezt a témát fogjuk most egy kicsit feszegetni. Vágjunk is szerintem rögtön bele, és nézzük, hogy hol indulunk. Mi az első lépés? Az első egyébként, amit mindig felszoktunk hozzá, és egyébként nem csak az okos hanem amúgy is igaz, hogy alábecsülik azt, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy a, az ember elkezdje. Vagy esetleg becsüli, de minden esetre nagyon nehezen találja el, hogy mit szeretne az egyik. Nyilván itt a rögtön, hogy, hogy milyen tudás szükséges ehhez. És akkor engedjétek meg azt, hogy elmeséljem, hogy hogyan is jutottunk oda, hogy mi ezzel foglalkozunk, meg ezzel erről beszélgetünk, és és egyáltalán próbálunk telepítőket felkészíteni az életre. Ugye valamikor nagyjából 2013 magasságában fogott meg végleg az okos otthon. Előtte is játszottam én már ilyen 2007 környékén a, a Philips Ambilight. Akkor kezdett egyáltalán az ötlet előjönni, még az Ambilight sem valósult meg, hogy hát miért ne világítanánk meg a tévé mögött a falat szépen színesen úgy, mint és terjesszük ki a falra azt a színvilágot, amit egyébként a képernyőnk megjelenít, mert ez sokat hozzá tud adni az egészhez, és ennekkor egy mini számítógépen, még nem Raspberry Pi-ról beszélünk, hanem tényleg egy mini számítógépről egy zodiák típusú volt a Próbáltam ezt megvalósítani, akkor még, ha jól emlékszem, Windows CE alapokon sikerült is, tehát, hogy, hogy megvalósítottam, de így, így ennyibe maradt, kicsit nyögve nyelős volt, egyébként akkor a XBMC lány nevén Kodi lejátszónak az elődjébe próbáltam integrálni az akkori megoldásokkal ezt a lehetőséget. Akkori számítástechnikai költségek és kapacitások nem engedték meg, hogy itt tovább lépjek. Macerás volt, nem úgy működött, ahogy én szerettem volna, úgyhogy akkor ezt elengedtem, és ugye 2013-ban kezdtem el egyáltalán az okos otthonos eszközökkel foglalkozni. Nyilván hobbi szinten és nagyjából 2015-ben fogalmazódott először meg, amikor költöztünk új házba, hogy hát tök jó lenne valami ilyesmit egyáltalán behozni. Nézzük meg, hogy mibe kerül egyébként ennek a telepítése, és ha telepítőt kérünk meg, akkor ez hogyan néz neki. És akkor ugye Google a barátom, rákerestem erre magyar nemzetközi oldalkon stb. És fél órán belül megállapítottam, hogy hát itt rengeteg minden közül kellene választani nem csak cég szinten, hogy most melyik céggel szeretném ezt kiviteleztetni, hanem az, hogy most milyen rendszer legyen. Ez egy felújítandó ház volt, nyilván a költségvetésünk nem volt túlságosan elengedve, ezért ezt nagyjából egy fél órás keresés után beláttam, hogy ez most így ebben a pillanatban úgy, hogy itt be kéne viszonylag hamar költöznünk, nem fog megvalósulni. Megmondom őszintén, akkor még magyar hátterű anyagokat, olyan jellegűt, ami, ami segített volna legalább azt eldönteni, hogy akkor Oké, most nem vágok bele, de utólag egyébként bele tudok vágni, vagy hogy lesz ez, abban nem sok információ állt a rendelkezésemre, úgyhogy ezt elengedtük akkor, és hát nagyjából 2018 végéig ez ilyen, ilyen csak vágyképzet volt. Tehát, hogy majd tök jó lesz, stb. Építgettem a saját okos otthonomat nyilván, a saját eszközeimből csináld magad módszerrel. Rengeteg mindent sikerült megismerni ebben az időszakban, de azokat a nagy hivatalos rendszereket nem, amelyeket a telepítők telepítenek. És akkor 2019. januárjában, amikor elindultunk a podcasttel, akkor köszönhetően Balogh Zoltánnak egyébként, Electrocam Lightner, akik ugye KNX-szel foglalkoznak elsősorban, és meghívott minket, és rengeteg olyan dologról beszélt nekünk, ahogy ők látják ezt a piacot a akkor is már 20 éves tapasztalatukkal majd becsatlakozott több olyan cég, akik, akik egyébként ezzel foglalkoznak már régóta, és elmondták, hogy hogyan látják. Megtetszett ez a, a piac, és hát úgy gondoltam, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor miért is ne ugorjunk bele a, a telepítősi történetbe. Az ilyen képzésekre elmentem. Több ilyen képzést meglátogattam, végigvettem. Egyik jobb volt, a másik rosszabb volt. Megállapítottam egyikről, hogy hát ez lehet, hogy nekem való, a másikról, hogy ez nagyon jó, de ez nem az én világom. És a negyedik, ötödik ilyen verziónál ezek között volt ingyenes, fizetős, nagyon fizetős verzió is, de eljutottam odáig, hogy, oké, okay, oké, okay, akkor össze kéne foglalni ezt, amit az utóbbi időben összeszedegettünk, és láttuk itt, hogy mi van, és azt láttam, hogy nagyjából ilyen 1-3 százaléka az a telepítőknek, akik elmegy egy ilyen tanfolyamra, és abból valóban hosszú távon is telepítő lesz, és nem csak az első alkalom után azt mondja, hogy hát ez. Nem nekem való. És ezen elgondolkodtam, hogy mi lehet ennek az oka, ami odáig vezet, hogy hát oké, oké, az ember az elején nagy mellényen odaáll. Nyilván én is így csináltam, hogy hát ugyan már hát képben vagyok, és ez ez nekem nem okozhat problémát. És hogy nyilván ezeket a tanfolyamokat megnézegettem, akkor láttam, hogy hol vannak azok a, a pontok, ahol bizony elég sokat kell még fejlődni. De hogy mi az, hogyha már tegyen fel, megszereztük ezt a tudást, és hogy, hogy legalább annyi tudásunk van, hogy ki tudunk vitelezni egy, egy ilyen okos otthont elméletileg, sajátunkon ki is próbáltuk, megakasztja az embert abban, hogy, hogy tovább lépjen. Hát az egyik az, hogy nyilván egy rendszert nem elég ismerni. A másik, másik az, hogy oké, okay, ha még nem is telepítési szinten, de hogy, hogy rálátás szinten legyünk már képbe azzal, hogy az másik rendszer nagyjából mit akar. Tehát, hogy telepítünk egy, mondjuk éppen egy vezetékes rendszert, akkor az vezeték nélküli protokollokat azt ne úgy félváról véve ott azok csak vezeték nélküli rendszerek, vagy fordítva, vezeték nélküli rendszert, a régi vezetékes rendszerre nem foglalkozok hozzáállással, vagy legyünk képbe velük, hogy azok a rendszerek mit tudnak, miért tudnak, Sajnos volt olyan, amikor azt hallottam egy telepítőtől, hogy ki volt építve valahol egy komplett rendszer, valamilyen típusú, most ezt nem részletezem, valamiért nem működött. Oda ment, igaz, hogy ahhoz a rendszerhez nem értett, azt mondta, hogy ez így rossz, dob ki mindenestől, majd én felépítek neked egy másik rendszert ebből a másik rendszerből, és ez tök jó lesz. És ezzel az volt a probléma, hogy az illető, aki a lakás volt, az belefeccölt mondjuk telepítéstől, mindenestől 3-4 millió forintot, hogy kiépítsék azt a rendszert. Nem olyan nézett rá, aki egyébként ezt, ezt a rendszert ismerte, hogy ebben most tényleg lehet-e javítani, fel lehet-e használni, integrálni lehet-e bármibe, vagy, vagy lehet-e vele valamit kezdeni, hanem oda és azt mondta, hogy ez kuka, és akkor most ezt a 10 milliót még rak be, és akkor ebből biztos, hogy lesz jó, jó megoldásod. Tehát annyira ismerjük már azokat a rendszereket, hogy tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, lehet, hogy én ezt nem fogom tudni neked megoldani, mert én ezt a rendszert ennyire nem ismerem. Annyira ismerem, hogy lássam, hogy oké, okay, egyébként ez a telepítő alapvetően jó vitelezte ki a dolgokat, tehát itt valami technikai probléma lesz, de tudok neked keríteni valakit, aki ezt neked megcsinálja. Mert a közösségemben van olyan, aki ehhez ért. Tehát, hogy idáig kellene szerintem eljutni, amikor telepítő lesz az ember, hogy szakmájában ért hozzá, belátja, hogy vannak olyan területek, amikhez nem ért, vagy nem úgy ért, mint a másik. Tehát, hogy ez a tanulási görbe megvalósuljon, az szerintem nagyon fontos. Te hogy látod? Igen, ebből a történetből is az látszik, hogy alapvetően ugye három nagyobb lépésen megy keresztül az ember a legtöbb esetben, amikor eljut odáig, hogy valamit elgondolt, és utána ténylegesen jól megvalósítja. hogy az első lépés, amikor még nagy lelkesedéssel nekiindul, hogy gyakorlatilag Vide nekem az oroszlánt, és én ezt pikpak megcsinálom. Nyilván ez, a, ez az első lépés, és utána gyakorlatilag a második, amikor rájön, hogy ez mégsem olyan egyszerűen megy, hogy ténylegesen ő egy a tanulási görbéjének azon a szintjén van, amikor sokkal többet tud annál, hogy rájöjjön, hogy ő még keveset tud. És gyakorlatilag, hogyha ezt a szintet valaki elérte, innen fog eljutni viszonylag nehezen, vagy sok energiabefektetéssel, de odáig, hogy rendszerezni tudja dolgokat, és gyakorlatilag eljut arra a pontra, amikor tudja is, hogy mit kell tudnia, és azt is tudja, amire szüksége van. Egy rossz hírem van, a koppanást nem lehet megúszni. Tehát, hogy, hogy egyszer földet kell érni ebbe a görbében, és, és le kell koppanni, amikor az ember tényleg rájön, hogy, hogy hopp, nem tudok valamit. Igen. De egy kicsit beszélgessünk szerintem akkor ennek a három lépésnek tulajdonképpen a, a részleteiről, a miértjeiről. Ugye az első lépés az, amikor tényleg ott tartunk, hogy na akkor mi most mindent is meg fogunk valósítani, és rögtön belevágunk, hogy itt mi az, amire figyelni kell egyáltalán, hogyan fogjuk ezt észrevenni, hogy mi ezen a ponton vagyunk. Ez azért jó kérdés, mert az emberek többsége nem ismeri fel ezt a pontot. Ahogy említettem, ez egy fájdalmas pont. Az a legjobb, hogyha az ember úgy realizálja, hogy ennek nincsenek anyagi következményei. Tehát, hogyha ha ezt az ember a saját házán, műhelyén, bármin próbálja ki, és ott jön rá, az a talán a legjobb pont, mert hogyha ezt valahol élőtelepítésben kell rájönnünk, hogy oké, okay, oké, okay, ez otthon ment, de hogy ez az élő környezetbe, és ez az élő környezet, ez lehet bármelyik barátunknak a lakása, nem úgy működik, nem úgy valósul meg, hanem hogy nála nem az a rendszer van nála, nem, nem lehet ugyanúgy megvalósítani, ahogy nálam, az nagyon fáj, és az, az kellemetlen. Komplex rálátást az ember akkor tud szerezni, ha azt mondja, hogy, hogy oké, okay, ezt az egyetén jól megtanultam, ebben úgy gondolom, hogy képben vagyok. Ugyanezt a sémát próbáljuk ráhúzni a második, harmadik, negyedik, tizedik dologra, és nézzük meg, hogy miben különbözik. Én legalábbis ezt így látom. Igen, ahogy ugye egyre mélyebbre elkezd az ember elmerülni a témában, és egyre jobban megismeri a dolgokat, nyilván először, ugye tényleg ez a. Na most már tényleg mindent tudok, és még több mindent tudok, de van az a pont, amikor újabb és újabb területek nyílnak meg, és gyakorlatilag olyan mélységig tudsz elmerülni a témában, amikor már látod, hogy rengeteg minden van, és már látod, hogy mi az, amiket te nem tudsz. És, és nyilván ez az, a, ez az a felismerés, amikor egy okos otthon telepítő, vagy leendő okos otthon telepítő is eljut odáig, hogy na akkor most. Mára menjek tovább. Tehát, hogy az a pont, amikor ténylegesen látszik, hogy mi az a nagy mennyiségű tudásanyag, amire egy okos otthon telepítéshez szükség van. Igen, és nem csak a szakmairól beszélünk, hanem a vállalkozást nézzük. Tehát, hogy nyilván ezt valamilyen szinten, profi szinten akarjuk végezni, és vállalkozásba akarjuk kicsúcsosítani, akkor ott is egy csomó olyan dolog van, amit erre rá kell illeszteni. Mert, hogy, oké, okay, működik egy vállalkozás, de hogy itt teste kell ehhez szabni, és ezt. Ezt tudni kell. Nagyon egyszerű példát mondok, mindig felmerülő kérdésnek, milyen teáorú számokat írjunk be a vállalkozásunknál abba a szép kis listába, amikor ilyet szerelni szeretnénk. kell -e hozzá villanyszerelő végzettség? Egyébként mennyi informatika rész kell majd hozzá? Kell ismernem a, a rúterek működését is, vagy, vagy, kell szerelnem access pointokat is esetleg hozzá? Tehát ez mind, mind, mind egy olyan, olyan konkrét technikai kérdés merül fel, amin el kell gondolkodni, és ez, ez mindig kérdés lesz. Igen, és ezek mind olyan kérdések, amik szembe jönnek valahol, valamilyen formában egy, egy nyomtatványon, és ez már az utolsó pontja az egésznek. Tehát kvázi, amikor eldöntötte, hogy csinálni fogja, akkor bead egy papírt, és akkor azokon ki kell tölteni. De ahhoz, hogy ide eljusson, ahhoz nagyon sok lépés van, hogy egyáltalán oké, okay, okos otthon telepítő leszek, de ez önmagában kevés. Tehát annál sokkal jobban meg kell ismernie a dolgokat, és specifikálnia, hogy ő hol pozícionálja magát egyáltalán ebben a világban. Ő most hoteleknek szeretne telepíteni, vagy vagy falun, tanyán kis házakat szeretne teljes önállátó napelemrendszerrel mondjuk, egyáltalán milyen rendszerrel vezetékes, vezeték nélküli, vagy kettőt esetleg tudja ezeket megfelelően kiválasztani. Ki a cél közönsége? valószínűleg, ha egyéni vállalkozóként indul neki, akkor nem fog tudni minden igényt kiszolgálni. Akkor viszont neki tudni kell, hogy ő kinek szeretne segíteni. Lehet, hogy mondjuk tényleg ő a nyugdíjasoknak szeretne segíteni, és ő csak gondoskodó okos otthonok kivitelezésével foglalkozik akár. De ezt neki tudnia kell azelőtt, hogy belevág, mert különben a pénze fog gyakorlatilag elúszni, mielőtt még megvalósítaná az álmait. Viszont menjünk kicsit vissza, most beszéltünk arról, hogy üzlet oldalról, vállalkozás oldalról mi mindenre kell figyelni. De egyáltalán mit kell tudni szakmailag egy okos otthon telepítőnek ezeken kívül? Ugye a lexikális tudás kontra tapasztalatszerzésen és átláthatóságon és, és szerkezetben és való gondolkodással szemben itt is igaz, hogy nagyon könnyű megtanulni egyébként azt, hogy most egy-egy eszköz hogyan működik. Ezt leülök és betanulom ilyen szinten, tehát nyilván az ember próbálgat, akár szerelget, és képben van, hogy az adott eszköznek a, a, paraméterei hogyan működnek. Na de a végfelhasználót piszakul nem érdekli, hogy mi van a falon belül. Tehát ugyanúgy, mint a villanyszerű sem megy oda, és kezdi elmagyarázni, hogy ezt majd egy 5x10-es vezetékkel fogom itt végighúzni, és milyen frankó lesz, és akkor egyébként ott majd a vagókat berakom a falba, és akkor az, lú, az tényleg frankó, meg most nézzétek meg ezt a vezérlő szekrényt, hogy így szépen felsorolom, és bekötögetem, és akkor ebbe lesz egy AVK, meg lesz egy kis megszakító, meg lesz majd majd egyébként túlfeszvédelem is, a végfelhasználat nem érgetni, és az okos otthonnál ugyanez van. Tehát én elmagyarázhatom neki, hogy majd a redőnyökbe berakom a, a relét, és akkor majd így kapcsol, és akkor így megy föl. Nem ez érdekli. Nem ezért akar okos van az a kategória persze, aki, aki az eszközök miatt és azokat szereti használni, de akiknek telepítünk az esetek többségében, ők valamit szeretnének. Azt szeretnék, hogy ne világítson a szemükbe a nap, amikor a nappaliban vannak. Vagy azt szeretné, hogy igenis, hogyha valamiért mondjuk csőtörés vagy hasonló, akkor záródjon az a víz, ne legyen probléma ebből, és kapjon róla értesítést, de azt nem érdekli, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, nem érdeklik az eszközök ilyen szinten nyilván a végösszeg beérdekli, de az nem érdekli, hogy most melyik eszközt meg hogyan rakjuk be. Ami őt érdekli, hogy neki van egy igénye, lehet, hogy még ő sem tudja megfogalmazni, hogy mi az, de van egy elképzelése arról, hogy mit szeretne valójában, ezt finomítgatni kell általában, de de egy kialakult képet meg lehet alkotni, és azt kell majd megvalósítani. Ezt a, a képet kell majd lebontanunk. Automatizálásokra, vezérlésekre, és a végén pedig eszközökre. Nem, itt igazából pont egy fölülről végig kell gondolni, és lefelé eszközszintre le kell bontani. Fordítva nagyon nehéz. Ugye sok esetben, a, amikor otthon magunknak kivitelezünk, akkor így alulról fölfelé építkezünk, és válogatjuk össze az eszközöket, és próbálgatjuk ki magunknak ezt azért végfelhasználónál, hogyha ezt telepíteni szeretnénk ilyen szinten, az nem fog könnyen menni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de rengeteg utánkövetést, finomítást, hibaelhárítást igényel, és hát ez elég a pénzünk. Úgy gondolom, hogy pont ez az a, az a, lépés, amit meg kell tennünk, hogy először a valós igényeket le tudjuk fordítani arra, amit majd utána nekünk valóban szerelni kell, és be kell szerelnünk az otthonba. És akkor még nem beszéltünk arról, hogyha már lefordítottuk szintre, hogy Oké, okay, megvan az, hogy milyen típusú eszközöket kell, tehát itt most a redőnyvezérlésre egy redőnyvezérlőt kell berakni, de arról nem beszéltünk még, hogy az adott helyzetben legyen ez egy társasház például, legyen ez egy nagy családi ház, legyen ez egy régi, vastagfalú vályogház például, hogy milyen megoldásokat fogunk használni. Vezetékes rendszert húzunk ki, vezeték nélküli rendszert húzunk ki vezeték nélküli rendszer esetében milyen protokollokat fogunk alkalmazni. Az a protokoll esetleg össze fog -e veszni a adottságait, tehát a használt hullámhoz miatt mondjuk a wifi-vel, vagy a bluetooth-szal, vagy a mikrohullámú sütővel, vagy bármivel. Tehát, hogy, hogy erre kell lefigyelnünk. Az, hogy ilyenkor oké, okay, kiválasztottuk a protokollt, és az megvan. Hogyan osztjuk el az eszközöket? Figyeltünk-e arra, hogy mondjuk egy vezeték nélküli rendszernél más protokollt kell kialakítani? Gondolkodtunk-e abba, hogyha vezetékes rendszer van, akkor mondjuk tűzszakasz határokon ezeket bizony megfelelő módon kell átvezetni azt nem tehetjük meg, hogy egy, egy tűzszakaszi részt így átfúrunk például, hogyha most akár egy komolyabb, nagyobb épületről beszélünk, ott, ott minden esetben ez előfordulhat. Az, hogyha ha szeretnénk integrálni a, az energiamérési részt, akkor együtt tudunk-e dolgozni majd a szakágakkal, akik egyébként azt a részét kivitelezik, mert én szeretném majd menedzselni azt, hogy éppen termel napelem, akkor éppen most induljon el a mosógép, de ahhoz a megfelelő eszközpark kell abból az irányból, ahol a szakágak vannak, és velük megfelelő módon kell kommunikálni. Nem csak protokoll szinten kell megfelelően kommunikálni, hanem az emberekkel is megfelelően kell kommunikálni. Az azzal jár, hogy nekünk itt össze kell szednünk egy olyan tudást, nem egy százszázalékos, de egy ilyen viszonylag átfogó nagy képet kell alkotnunk, hogy meg tudjuk beszélni a, a gépész kollégával is azt a kérdést, és ő értse, hogy legalább mi képbe vagyunk azzal, amit ő, ő csinál, és olyan kérdéseket tudunk feltenni, vagy olyan információt tudunk neki adni, ami alapján ő kapcsolódni tud velünk. Ez nyilván azért is fontos, mert magát a szakmai hátteret meg kell mutatnunk, egy új szakmáról beszélünk olyan szinten, hogy igen, vannak, akik már 20 éve ezzel foglalkoznak, de nagyságrendileg azért most kezd a köztudatba bekerülni, most kezd bekerülni azokba a házakba, a otthonokba, ahol eddig csak álom volt az, hogy most ilyen épületautomatizálási megoldások kerüljenek be. Nasra most már ezek a kötelező irányba mennek, hiszen épületgépészet szempontjából már nem nagyon elkerülhető ezek, ezeknek az automatizálásoknak a bevonása. Tehát, hogy ezekhez a többi szakágnak is kell idomulnia, és meg kell látnia, hogy hogy működik. Ehhez viszont nekünk nagyon oda kell tennünk magunkat, meg kell mutatni, hogy igen, nem vagyok a toppon a te de értem, hogy miről beszélsz. Tehát, hogy ezeket a, az irányokat meg kell ejtenünk. Rengeteg dologról beszéltünk, ami ugye fontos és foglalkozni kell vele, és egy dolgot még nem említettél, ami az egésznek gyakorlatilag a legnagyobb falata, bár ez önmagában, amit eddig felsoroltál rengeteg, az az, hogy oké, okay, milyen rendszerekből lehet egyáltalán választani, tehát ha valaki neki indul, akkor mondjuk Magyarországon hányfajta olyan rendszer van, amit neki először valamilyen szinten ismernie kell ahhoz, hogy egyáltalán tudja, hogy, hogy miből választhat. Az így van, és azért is érdekes ez a dolog, mert ez folyamatosan változik. Tehát, hogy amíg mondjuk 3-5-10 évvel ezelőtt mondtam volna valamit, ezek semmilyen módon vagy minimális módon lennének mecceteik ezekbe a részekbe, és nyilván ez igaz a jövőre is, és nagyon úgy kell terveznünk a általunk választott rendszert, hogy ne egy olyan lóra tegyünk, amelyik útközben, a verseny közben megdöglik. Tehát, hogy megfelelő támogatás legyen mögötte. Ráadásul, amit nagyon látnunk kéne, hogy, oké, okay, kiválasztottam egy olyan rendszert, ami jónak tűnik, működőnek tűnik, de Magyarországon megfelelő disztribúció van-e mögötte, Magyarországon megfelelő support van-e, vagy nekem ahhoz angolul, németül, stb. nyelven kell beszélnem, hogy azzal működjön. Kik azok egyáltalán, akikkel erről lehet beszélgetni anélkül, hogy most én elköteleződnék velük, és rögtön letelném a nagy esküt, hogy ezen csak az ő megoldásaikat fogom telepíteni. Egyáltalán a piacon hova érdemes menni, kivel érdemes beszélni? mik azok a pontok, amiket, amiket ilyen szinten érinteni kell egyáltalán. Tehát, hogy nyilván rengeteg kérdés felmerül, ami akkor merül fel elsősorban, hogyha az ember már Hát, hogyha csak úgy neki kezdett, akkor egyszer neki ment a falnak, és rájött, hogy oké, okay, oké, okay, de de ez nem biztos, hogy ez így működik. Sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy Magyarországon is több olyan cég volt, aki beleugrott ebbe az okos otthonos történetbe, hiszen nekik mondjuk volt ipari hátterük, vagy volt volt egy nagyon jó elképzelésük, és azt az irányvonalat szerették volna tovább továbbvinni, de nem volt jól mérlegelt stratégiájuk, nem ismerték ezt a piacot eléggé, és úgy váltak bele, és hát itt hiába van sok pénzünk, egy idő után elég az a sok pénz, és nem tudunk elére lépni. Ez nyilván nem csak egy eszköz gyártójánál vagy disztribútoránál igaz, nem a telepítésnél pont ugyanez igaz lehet. A rendszerek esetében elég egy fél órás keresgélés, és rögtön látjuk, hogy ha csak egy protokolt választunk, akkor is számos gyártó, számos termékével találkozhatunk. Különböző megoldásokat kell mérlegelni, és ezt nagyon nehéz, ahogy említettem, már csak azért is, mert nem elég rendszert választani, hanem még az olyan nagyon hétköznapi dolgokat, mint hogy van-e megfelelő disztribúció, ezeket is végig kell venni. Ez már csak azért is nagyon nehéz, mert az ember nyilván a saját pénzét kockáztatja az elején, hiszen ebbe be kell fektetni, ahhoz, hogy azokat az eszközöket megismerjem, azokból az eszközökből be kell szerezni. Nem fogok tudni az összes gyártó összes termékét beszerezni, vagy legalább azokból, amik egyébként elsőre úgy elolvasás szerint szimpatikus volt, majd rájövök amikor megrendeltem, hogy ja, hát megérkezett, elkezdem csinálgatni, de hát ez piszokul nem úgy működik, mint ahogy én elképzeltem, ez nekem nem fog passzolni. És itt több százezeres nagyságrendekről beszélünk ilyenkor, mert hogyha még egy eszköz csak 5 vagy 10 ezer forintba kerül, akkor is minden különböző típus, tehát nem elég megvenni egy kapcsolót, meg kell venni a dimmert, hogy azt megismerjem, hogy azt hogyan kell használni, meg kell vennem akkor utána a redőnyvezérlőt, meg kell venni a különböző érzékelőket. És ugye ezek szépen sorolnak, sorolnak. Még meg kell vennem a esetleg vezérlőközpontot, hogyha van, van ehhez vezérlőközpont, és a legtöbb esetben van, amelyik megint súlyos százezrekbe kerülhet. És akkor ott állok, hogy elköltöttem egy csomó pénzt, és még mindig nem tudom, hogy ez a rendszer lesz-e a jó nekem, vagy sem. Tehát, hogy kell egy olyan pont, ahol valamilyen szinten meg kell ismernem ezeket a rendszereket, Nyilván ott vannak a YouTube videók, tök jó, elmondják a gyártók, hogy hogyan lehet ezeket használni, de ahogy egyébként az autóvezetés esetében sem egy 10 perces videóból tájékozódunk arról, hogy éppen mi lesz a következő autónk. De talán, ha az autót szeretnénk használni nagy üzemben, akkor azt sem úgy választjuk ki, hogy ja, oké, okay, egyébként láttam ezt, meg utána olvastam, és tök jó, hanem beleülünk, kipróbáljuk, stb. Itt is ugyanez a történet, hogy akkor ismerjük meg, hogyha már vezettük jó pár kilométert, és egy-két rázós szakaszon is túl vagyunk, itt az okos is a telepítünk valamit, akkor pont ez a ez a kérdés, hogy, hogy ezt meg tudjuk-e tenni, anélkül, hogy nekünk ez nagyon fájna. Volt ilyen kérdés korábban egyébként, hogy, hogy hol tud ő kibérelni egy ilyen rendszert hosszabb távra, hogy akkor ő azt megismeri és eldönti majd, hogy hogy működik-e. Hát az a rossz hír, hogy ezt ilyen szinten nem lehet Magyarországon masszívan csinálni. Vannak olyan cégek, akik demóböröndöt odadnak egy hónapig is egyébként, és azt mondják, hogy gyere, csináld. Csak egy dolog hiányzik ilyenkor, ugyanaz, mint egyébként, a, amikor elhatározunk évelején, hogy most hú, megyünk, és most lefogyok, és olyan egészséges leszek. Az ösztönző erővel viszonylag gyorsan kikopik. Tehát ha nincs valaki, aki az embert noszogassa és csinálja, akkor bizony fogy a lelkesedés, nem csak a pénz. Az ütemezés nagyon nehéz, tehát az, hogy most a nyilván meglévő munka mellett kell ezt beosztanunk és, és megvalósítanunk és kellene megismernünk ezeket a 10-20-30 különböző rendszert, legalább olyan szinten, hogy majd kiválasztjuk azt néhányat, ami szimpatikus, amivel majd tényleg érdemes egy kicsit többet foglalkozni, és abból kiválasztjuk azt a kettő-hármat a végén, ami, ami majd tényleg érdekes lesz. Igen, és ez igazából a, ugye, a, harmadik pont a legkritikusabb az összes közül, hogy ha már valaki addig eljutott, hogy látja, hogy mi minden van, és hogy mit kell neki leszűkíteni, akkor a legtöbben itt akadnak utána el, hogy innen már nem tudják, hogy merre menjenek tovább. Hogyan fogja ő kiválasztani ténylegesen, hogy akkor melyik rendszer, mivel foglalkozom, merre induljon, a rendelkezésre álló idejét, hogy ossza be úgy, hogy legalább annyi tudást magára szedjen, amivel el tud indulni. Ez mindig nehéz, és már csak azért is, mert nem indulnak minden nap tanfolyamok a, a gyártóknál sem. Ezt ugye össze kell hangolni a saját temezésével az embernek. Azért az egy elköteleződés, ha azt mondom, hogy beülök és most letolok jobb esetben kettő vagy több napot, rosszabb esetben egy nap. Én megmondom őszintén, hogy egy nap az maximum csak ilyen hát, minek nevezzem, kertcsinálónak lehet használni. Ha egy rendszert egy nap alatt azt mondják, hogy teljesen telepítési profi módon meg lehet tanulni, akkor ott baj van. Mert pont azok az alapok egyébként még hiányoznak pluszban, mint az általános autóvezetés. Ha visszaugrunk egy kicsit megint az autóvezetéses analógiára, és most ugye amikor emlegettük, hogy nagyjából a T-modell korszakában járunk, amikor már mindenkinek elkezd népautóként beérkezni a különböző jármű, hát hogyha emlékszünk, akkor azért egy autó elindításához is külön képzés volt szükséges. Itt is ugyanaz, hogyha most ezt szerelni is szeretnénk, és átszeretnénk járni közöttük, akkor tudnunk kell, hogy mi az a kormány, a kuplung, meg a, az ablaktörlő, ami egyébként abban az időben ugye a lovon nem volt ablaktörlő, úgyhogy ezt, ezt azért meg kellett tanulni, hogy most mi miért van benne egy szerelőnek. Itt is ugyanaz egy általános tudásra kell szertennünk. Értenünk kell azt, hogy milyen összefüggések vannak a rendszerben. Az, hogy egy helységben mit érdemes, mire érdemes figyelni. Az, hogy mondjuk egy helységet nem ugyanúgy világítunk meg, ha az mondjuk egy hálószoba, mint hogyha az egy nappali. Tehát, hogy ez mind olyan, olyan dolog, ami általános tudást igényel, amit valahol meg kell szerezni. Tehát ezt fel kell építenünk, ezt az általános tudást, és vagy úgy tesszük ezt, hogy több rendszert megismerünk, és abból levonjuk a következtetést, hogy oké, okay, egyébként ezek itt kapcsolódnak, vagy pedig hát valamilyen módon ezt megpróbáljuk összekotorni. Megmondom őszintén, hogy én nézelődtem nemzetközi piacokon is, de ilyen jellegű anyagból nagyon-nagyon kevés van. Ingyenesből nincs, fizetősből is viszonylag kevés van. Az amerikai CD-a például a multimédia irányból behozott egy ilyen ágat, és ott náluk az USA-ban például a multimédia oktatás részében, amikor megtanulja az ember, hogy hogyan kell kombinálni a különböző vetítési, audio és egyéb technológiákat, hogy mondjuk egy moziszobát összerakjon az ember, amellé építettek ilyen megoldásokat, de ott sem teljesen gyártófüggetlenül. Tehát, hogy a, az általános tudást azt nagyon nehéz ilyen módon megszerezni itt egyébként igyekszünk kiépíteni mi is ezt az adatbázist, azt az általános tudást, amit majd át kellene adni, megmondom őszintén, hogy nehéz, már csak azért is nehéz, mert ugye a piac folyamatosan változik, de, de azt mondom, hogy most talán van egy olyan, olyan kép és egy olyan rálátás, amit ilyen szinten át fogunk tudni adni nektek, hogyha ha ebbe az irányba mozdultok el. Hogyha valaki bele akar vágni abba, hogy ennek ellenére, hogy látja a nehézségeket, és hogy mekkora tudásanyagból kell neki majd a rá megfelelő mennyiséget tulajdonképpen feldolgoznia, hogy, hogy mi az, amire ilyenkor érdemes figyelni. Hogy ezen, hogyan induljon neki valaki, hogyha ennek a hatalmas tudásnak tulajdonképpen a birtokába szeretne jutni. Hát az első legfontosabb, amit ha nem telepítünk akkor is, de okosoton szeretnénk, meg kell tennünk, vagy meg kellene tennünk, a saját fejünkben rendet rakni egy kicsit. Tehát, hogy a mit is akarok dolgot egy kicsit meg kell valósítani, és ezt végig kell gondolni. A telepítőnek is nyilván ez lenne a, a dolga, hogy ebbe az irányba terelje a felhasználókat, illetve segítsen ezt pontosan lebontani és megfogalmazni. Ez az ajánlok valamit, dolog szokott működni. Tehát, hogy egyébként úgy csináltam valahol, hogy egyébként nálam így működik ez és az általában működik a, a, az ügyfélnél is. A kérdés az, hogy ez hosszú távon mennyire lesz jó, mennyire lesz neki valóban erre szüksége. Ezért hívjuk ezt holisztikus szemléletnek. Kicsit végig kell gondolni, hogy ki az, aki ott fog lakni, ki az, aki be oda járni, mi az, amit, amit ott csinálnak. Tehát, hogyha home office-ban dolgozik, akkor teljesen más igényeik lesznek nyilván, mint hogyha csak aludni járnak haza. Mennyit utazik, sokat van a lakás kvázi üresen, egyedül lakik, vagy ott lakik már egy egész családdal, van egy gyerek a lakásban, lesz egy gyerek, esetleg valamelyik nagyszülőbe fog-e költözni idővel, van-e kis állat, ami kibejárkál a, házba. Mind-mind olyan kérdés, ami befolyásolhatja majd annak a kimenetét, hogy mi lesz a végén, amit mi szeretnénk. És ez volt az első lépés. A következő lépés nyilván az, amit végig kell gondolnunk, ha már ezt a magának is a telepítő, hogy a végig gondolja, és utána ezt végig tudja kérdezni, hogy egy általános tudásra tegyen szert, lássa, hogy milyen protokollok vannak, milyen megoldások vannak itt, itt Magyarországon, illetve a, a régióban, akár globálisan is, hogy legyen képbe ezzel a dologgal, nem azt jelenti, hogy most mindent is kell tudni. Csak egy általános műveltséget szedjen össze ezen a területen is, hogyha ha változik a piac, akkor értse, hogy mi hova került. Protokollok szintjén sem kell belemenni addig, hogy egy-egy protokoll hogyan működik, nem kell tudni azt napi szinten, hogy hogyan küldődnek a, az információk, de azt például érdemes tudni, hogyha egy IoT MES rendszerről beszélünk, akkor ott abban a rendszerben vannak olyan eszközök, amelyik továbbítják az információt a másik eszközök felé, hogy mondjuk nagyobb lefedettséget tudjunk csinálni, milyen típusú eszközök azok, amik ezeket tudják, akkor tudjuk azt, hogy hogy a vezeték nélküli rendszereknél ugye a betáplálást hogyan oldjuk meg, hogyan tudjuk elhelyezni ezeket az eszközöket. Tudjuk azt, hogy szakmailag a termosztátot hova érdemes felrakni, vagy ha nem konkrétan termosztát kerül, páraérzékelőt hova kell felrakni. Ez mind olyan, amit egyébként márka függetlenül kell tudni, érteni kell az alapjait azoknak, és utána aztán majd tudjuk, hogy az adott termék az adott gyártónak, az adott eszköznek, vagy ahogy említettem, adott protokollnak milyen plusz kívánalmai vannak, de hogy vannak ilyen jellegű szakmai követelmények, amiket meg kell ismerni az embernek, mielőtt bármit csinálna. Ha ez megvan, akkor ez alapján már elkezdheti kostolgatni ezeket a rendszereket telepítő szemmel is. Tehát az, hogy felhasználói szemmel használunk egy rendszert, az nagyon jó, de teljesen másnak kell megfelelnie, más élménynek más tapasztalati dolgokat hoz ki az ember, hogyha telepítő. Mondok egy nagyon egyszerű példát megint otthon használunk mondjuk Apple-ös vagy Google-ös hangasszisztenseket. Tök jó. Magunknak beállítottuk, és ez működik, de gondoljuk azzal a szemmel végig, hogyha ezt a nagymamánál kéne letelepíteni egyébként, és a nagymamának kéne elvinni és elmagyarázni, hogy hogyan működik, nála kéne ez karban tartani, eszközöket telepíteni, mennyire lenne az nekünk nyűg, mennyire lenne ez fenntartható. Visszakövethető és standardizálható, tehát a munkafolyamatunkba mennyire férne bele ez a dolog. Nyilván rögtön egy más képet látunk róla. Tehát, hogy telepítői szemmel is végig kell nézni ezeket a rendszereket, hiszen számunkra, ha ezt telepítjük, akkor ez lesz az egyik fő forrás, főpont, hogy tudjuk azt, hogy ezt biztonsággal le tudom telepíteni. Ez kezemre áll. Értem, hogy működik, értem azt, hogy mi miből következik ezen a felületen és, és milyen módon tudom azt megvalósítani, mert egyébként elgondoltam világítás automatizálásnál lement a nap, felkapcsoló, a, a nappaliban a lámpa, hogy egy egyszerű példát mondjak, hogy ezt konkrétan az adott rendszerben hogyan tudom kivitelezni, meg tudom-e vele csinálni, és ha így van, akkor már megismertem ilyen szinten 4, 5, 8, 10 rendszert, megint csak azt mondom, hogy nem kell megint teljesen belemélyedni, de azért itt már jobban meg kell ismerni ezeket a rendszereket, akkor ki fogom tudni választani azt a kettő-hármat, amire azt mondom, hogy oké, okay, ezek lesznek azok, amikhez nyúlni fogok a jövőben. És ami még fontos, hogy nem csak a rendszereket érdemes megismerni, hanem egy kicsit magunkat is. Tehát, hogy nyilván vannak egyértelműbb dolgok, amiket ilyenkor az ember figyelembe tud venni. Tehát ha valaki villanyszerelő, akkor valószínűleg ez olyan szempont, amit mondjuk az eszközök kiválasztásánál figyelembe tud venni, hogy igenis ő bármikor nyugodtan neki áll, falat vésni, berak még egy csomó fali eszközt, nem okoz problémát. Ha valakinek mondjuk nincs ilyen háttere, és a közeljövőben még nem, nem tervezi, akkor neki abba kell gondolkodni, hogy hogyan tud egy villanyszerelővel együtt dolgozni, meg hogyan tud legtöbb olyan eszközt használni, amihez nem fog kelleni ilyen jellegű tudás helyszínfüggő is lehet az, hogy melyik eszköz, hogy rendszer lesz praktikus. Tehát, ha valaki egyébként szeret kifejezetten emberekkel beszélgetni, és tényleg a családi házas telepítésekre megy, akkor neki ezt figyelembe kell venni, amikor a rendszert kiválasztja, mint mondjuk, ha valaki ipari környezetbe szeretne okosításokat csinálni, neki megint teljesen más szempontokat kell majd figyelembe venni. És az ipari téren való okosítás már csak azért is ejtelő, mert nem feltétlenül mi valósítjuk meg a PLC programozást egy gyárban, viszont mindenhol van olyan kiszolgáló vagy egyéb helység, ahol szükség van rá fűtés, irodák, stb. stb., ahol bizony hasonló dolgokat kell kialakítani, és ott tényleg teljesen más a egyetlen a kérdés megközelítése is, a kivitelezési igény és lehetőség is. Tehát, hogy ez mind olyan, amit, amit az embernek mérlegelnie kell, és el kell helyezni a fejébe valahol. Nyilván ezt mindenki látja, hogy melyik irányvonal fekszik jobban, melyik irányvonalba szeretne elmenni, de ezt végig kell gondolni, mérlegelni kell, lehet, hogy újra kell fogalmazni az embernek ezt a kérdést, pont azért, mert ahogy jönnek ezek az ismeretek, tudások, ahogy és már nem arról beszélek, hogy itt ülünk egy tanfolyamon is megtanuljuk, hanem bizony, amikor kimegyek, és oda megyek ki, és a másikhoz megyek ki, és egyébként engem ajánlott a szomszédjának, akinek, akinek szintén megcsinálom vagy éppen ez, ez nem fekszik, mert egyébként én ipari automatizálást csinálok, és az sokkal jobban feküdne, hogyha egy ilyen jellegű irányvonalra tudnék ráülni. Ez mind-mind kialakul. A jó hír, hogy ezt nem, nem ilyen önsegélyező módon kell feltétlenül megvalósítani, tehát nem, nem csak nekünk kell itt mindent mögé rakni, mi is azt igyekszünk, és egyébként azok a cégek, akik dedikált gyártói oktatást tartanak, például szintén ugyanezt igyekszenek megcsinálni. Nyilván mindenhol kérdés a fókusz, hogy ki, hol, mennyi időt tud erre szánni. Arról tudok nyilatkozni, ami nálunk van. Nálunk nyilván arra fókuszálunk, hogy neked mi a, mi a megfelelő, mint telepítőnek. Pont ezért van, amit említettünk már, korábban személyiségtesztek, és, 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 egy ilyen furcsa kezdése a dolognak, mert a telepítő szempontból neked az sokkal fontosabb lesz hosszú távon, hogy tudd hogy jó helyen vagy, és arra épített fel a házadat, megvannak az alapok. Igen, ebben az egészben a, talán tényleg a legfontosabb, a rendszerezettség, a struktúrában gondold végig ezt a sok információt, hiszen akkor fogod tudni látni, hogy, hogy mi az, amire neked tényleg szükséged van. Tehát ha elindulsz az alapoktól, van egy általános alapképed az okos otthonok piacáról, a piaci igényekről, az ügyfelekről, általánosságban ismered a különböző, technológiákat, megoldásokat, akkor utána, hogy egyre jobban elmerülsz, és jobban megismered őket, ezeknek a hátrányait, hogyan tudnak egymással kompatibilisek lenni egyáltalán, meg ugye, ahogy említettem, ismered önmagadat is, hogy neked mik a preferenciáid, akkor ez alapján már tényleg el tudsz jutni arra a szintre, hogy tudod, hogy mik azok a rendszerek, az a kettő-három ami tényleg neked való, és amiben viszont el kell merülnöd olyan mélységig, hogy álmodból ha meg tudod mondani, hogy akkor itt mit és hogyan kell megcsinálni, és hogyan fog az jól működni. És a kérdés, hogy miért kell kettő-három rendszer, miért nem elég csak egy rendszer? Ez tipikusan a, a kalapácsos ember kérdése. Mindent meg lehet valósítani egy rendszerrel is. Kérdés az, hogy mennyi pénzből, mennyi idővel és mennyi szívással. Minden rendszer jól körülírható célpiacra készült. Ez azt jelenti, hogy azon kívül is tud mozogni, de annak a, a hatékonysága, kezelhetősége, költségei, az valószínűleg valamilyen irányban eltolódnak, hogyha ezen a piacon kívül próbáljuk használni. Emiatt érdemes gondolkodni már csak abban is, hogy ha az adott gyártóadott terméke éppen valamiért hiányzik a piacon és azt a rendszert, nem fogom tudni valamiért telepíteni, mint ahogy egyébként erre példa volt itt a Csiphiány hiány idején, akkor hova fogok nyúlni? Mint fogok helyette ajánlani? Ezért jó, hogyha van kettő, de inkább három. Nem is teljes rendszerről beszélünk feltétlenül, tehát nem egy komplett mindent lefedő megoldásról, hanem akár beszélhetünk részmegoldásokról is, hiszen számos esetben elég egy-egy részfeladatot kialakítani egy leendő okos otthonba. Termosztátot telepítek, csak világítás vezérlést telepítek, akkor is tudnom kell majd, hogy mondjuk ezek a megoldások kapcsolódhatnak a jövőben az általán telepített rendszerekhez, ezek között van-e átjárhatóság. Ezért javasoljuk mindenkinek, és egyébként a piacon is azt látom, hogy azok a telepítők, akik folyamatosan telepítenek, legalább két-három rendszerben mozognak. Van olyan, amit korábban többet telepítettek, most már nem annyit szor telepítenek vagy éppen van egy favorit, de egyébként a másik is ott van a kezében, és azt is abban is aktív, és azt is tudja telepíteni. Kisebb lakásokba ezt telepíti, egyébként nagyobb házakba amaz telepíti, tehát lehetőségként mindig ott van, de már csak azért is jó két-három rendszert magunkénak tudni, mert akkor sose érhet minket az a vád, és önmagunk irányába se érhet ez a vád, hogy szakbarbárok vagyunk, és egy rendszert nagyon tudunk, de egyébként fogalmunk sincs a többiről ezek megadják azt a kényelmet egyébként. Mint az autóvezetésbe is, ha csak kis vezettem az egész életembe, megvan a jogosítványom, de nem biztos, hogy bele tudok ülni már csak egy kategóriával, nagyobb autóba vagy egy kategóriával másabbra. Hogy a többfajta autót vezettem, kialakult az általános vezetési tudásom, tapasztalatom, tudom, hogy általában hogy szoktak ezek a dolgok működni, és akkor könnyen átülök egyik autóból a másikba. Tehát nagyjából ezekről szerettünk volna beszélni, és ezt szerettük volna nektek megmutatni. Ez egy kicsit más megközelítés, mint amit a legtöbben hoznak a piacon, de úgy gondolom, hogy ezek nélkül nem lehet hosszú távon tényleg jó szakemberként létezni a piacon. Sokan autodidakta módon így alakították ki. Nagyon jó példának tudnám hozni a Smart egyébként, aki tényleg szintén fel tudna 8-10 olyan rendszert hozni, amivel volt dolguk. Vagy azért, mert integrálni kellett, vagy azért, mert, mert abba a szituációba azt kellett előhozni, és nem voltak restek megtanulni és alkalmazni, még hogyha nem is minden nap telepítik ezeket a rendszereket, és képesek váltani. És hát mögöttük azért már több ezer lakáson, amit letelepítettek okos megoldásokkal, úgyhogy például ezért is érdemes ebben gondolkodni. Szóval a jövőben, hogyha ilyen tartalmakra is vágytok, kérlek jelezzétek, mi igyekszünk ilyeneket is hozni, jobban belemerülni ebbe a, a témába és ahogy említettük, jönni fog a hamarosan olyan adás is, amikor meg egy-egy eszközt nézünk meg alaposabban is arról beszélünk. Gyertek a Facebook csoportunkba, Okos Otthon Telepítek, nevű Facebook csoportunkba, ahol ennek az adásnak, illetve a többi adásnak is a videóanyaga felkerül, és csak is oda kerül fel. Ha tetszett az adás, akkor kérlek jelezzétek az általatok használt podcast alkalmazásba, hogy máshoz is eljusson, küldjétek el barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy olyat találtatok benne, ami érdekes lehet, és hát természetesen látogassátok meg az okosotthon.guru, illetve az okosotthonblog.hu oldalakat, itt megtaláljátok egyébként a közvetlen elérhetőségünket is, ahova írni tudtok nekünk. Köszönjük szépen, hogy a mai adásban velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt az okosot Guru műhelye. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten folytatjuk. Ez a műsor a ShowCast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a ShowCast.tv oldal.